A legfrissebb információnk Hende Csaba ügyben, hogy állítólag holnap délelőtt már meghallgatja Simicsko Istvánt a bizottság, az illetékes bizottság, sőt szerda délután lesz egy honvédelmi bizottsági ülés, méghozzá zárt ülés, ez azért is érdekes, mert eddig nyílt ülésen számoltak be a kerítésépítés legfrissebb részleteiről, de pontos információkat sajnos Tuzson Bencétől sem tudtunk meg, hogy mi is Hende Csaba távozásának a valódi oka. Aztán, hogyha már nem a kerítésépítést és a honvédelmet nézzük, hanem a diplomáciát, tehát abban is voltak pengeváltások, nem túl stílusosan használva ezt a kifejezést ebben az helyzetben és ebben az esetben. Az osztrák kancellár nyilatkozott úgy, hogy ő már kezdetektől fogva nem hitt Orbán Viktornak, amikor a magyar kormányfő azt mondta, hogy nagyjából 4000-en lesznek azok, akik jelenleg Ausztria felé tartanak, és erre Magyar Levente külügyi államtitkár válaszolt, és ő meg azt mondta, hogy az osztrák kancellár újfent a magyar kormányon, illetve a miniszterelnökön tölti ki azon dühét, amelyet a migrációs válságban mutatott saját cselekvés képtelensége váltott ki. Paul Lendvai a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Az osztrákok, de élőkön a kancellárral cselekvés képtelenek, és most dühösen ezt jól megtorolják egy ártatlan emberen a magyar kormányfőn. Ön is így hát látja? Nagyon sok kritikát lehet mondani, és mondtak is, írtak az osztrák kormányról és a kancelláról az utóbbi hónapokban, de éppen most nagyon dicsérik, nagyon kritikus kolléganője, a Standard főszerkesztője, aki nagyon éles kritikákat írt, hogy most ebbe a válságban az osztrák kormány, a kancellár és helyettesek, koalíciós kormány, jól és gyorsan cselekedtek azzal, hogy kapcsolatba léptek rögtön Angela Merkel-lel, és megnyitották a határokat ebben a kivételes szükségszituációban. És én azt hiszem, hogy ismerik egymást a két miniszterelnök, hiszen nagyon sokszor találkoztak a csúcs találkozókon 2000 mióta Fajman is miniszterelnök vagy kancellár. Én nem hiszem, hogy ő ilyen kijelentésekkel akart pontokat szerezni Ausztriába, mert ott is sokan ellenzik a bevándorlást. Azt is mondta, hogy a kancellár, hogy aki komolyan azt gondolja, hogy a menekült kértést drótkerítéssel megoldja, az ezzel káoszt okoz, és politikailag diszkvalifikálja magát, és erre Magyar Levente, külügyi államtitkár meg felszólította, vagy arra kérte a kancellárt, hogy a jövőben nélkülözze az ilyen kijelentéseket. Hát nekem nem úgy tűnik, mintha most az osztrák-magyar barátság úgy erősödne, legalábbis diplomáciai szinten. Hát nézze, volt egy osztrák kancellár, úgy hívták, hogy Bruno Kreisky, aki egyszer azt mondta, hogy a hála az nem egy politikai kategória. És a hála nem egy kategória a nemzetek, államok közötti viszonyban sem, úgy látszik. Pedig Magyarország, én személy szerint, és még 200 ezeren 956-ban, és azóta is sokat köszönhet Ausztriának. Én inkább azt hallom, Levente úr információival ellentétben, akinek a diplomáciai tevékenységéről eddig nem sokat olvastam, hogy az osztrák államvasutak vezérigazgatója, hallottam itt a televízióban, panaszkodott, hogy semmiféle koordináció nincs, nem közölték vele, hogy mikor, hova jönnek a vonatok. A határállomáson a burgenlandi csendőrfőparancsnok, akik nagyon pozitívak mindig Magyarországgal kapcsolatban, azt mondta, hogy nagyon nehéz az együttműködés, és például legutóbb hozták a buszok a menekülteket a határa, és nem voltak hajlandók az esőben sem az állomásig elmenni. Úgyhogy tulajdonképpen ott Nikelsdorfba, hogy beszálljanak a vonatba a menekültek. Úgyhogy nem sokat tudnak, hogy mi van, nincsenek információk, és ez szerintem azt mutatja, hogy itt inkább a magyar oldalon vannak a szervezéssel bajok, mert nagyon sokan meg voltak döbbenve pozitív értelemben, hogy milyen gyorsan reagált az osztrák civil társadalom, ahogy hallom egyébként itt is, nagyon sok barátunk és ismerősünk
dolgozik. De én azt hiszem, itt nem csak erről van szó az osztrák-magyar viszonylatban. Nem, hát ez most csak éppen egy fordulója, vagy egy mellékszála a történetnek. Igazából az a reagálás, hogy gyors vagy lassú, de a bizonytalanság, az ilyen és amolyan reagálások által kialakított bizonytalanság, ezeknek az embereknek, akik hónapok óta akár több ezer kilométerrel a hátuk mögött várják azt, hogy most már karnyújtásnyira van az a remélt céljuk Németország, azt kell átélniük, hogy egyik reggel nem szállhatnak fel a vonatra, egy óra múlva felszállhatnak, következő nap már egyáltalán nem szállhatnak fel, azt követő napon buszokkal is elviszi a magyar kormány őket, aztán kijelenti, hogy de ez egyszeri alkalom volt, és soha többet. Az osztrákok is ugye volt, hogy szigorú ellenőrzést vezettek be, aztán utána nem. Ez minden, csak nem migrációs válságkezelés. Én idézni akartam egy nagy magyar tudós, Radnóti Sándor, nagyon éles nyilatkozatát az Orbán kormányról, és ebbe ő azt mondta, hogy mindentől függetlenül a legrosszabb dolog az ennek a kormányzásnak az irgalmatlansága és kegyetlensége, az elesettek és a gyengékkel szemben. Én azt tenném még hozzá, hogy a dilettantizmus is nagyon erős, hiszen ő mondta, hogy lemondott a hadügyminiszter, és a honvédelmi miniszter, és hát ez egy új találmány, amit fölépítettek a déli határon, egy olyan határzár, amely senkit sem akadályoz meg abban, hogy bejöjjön az országba, és ugyanakkor sok pénzbe kerül, és maximális kárt okoz az ország presztízsének, imázsának, tekintélyének. Hát szeptember 15-től már mondjuk azt akár kerítés nélkül is meg lehetett volna tenni, hogy aki átlépi az országhatárt, és nem a határátkelő helyen, őt ugye eljárás alá vonhatják, vagy visszatoloncolják. Ezek szerint, amit hallottunk Tozsan Bencétől, ez a cél, visszatoloncolják majd Szerbiába. Tehát, hogy ehhez nem biztos, hogy kellett volna kerítés, nem? Tehát jön egy még nagyobb kerítés mögötte, igen, is, de meg kell mondanom, hogy tulajdonképpen annyiban igaza van a kormánynak, elsősorban abban, hogy nem csak Magyarország a hibás, hanem ha arra gondol, hogy Görögországból és Olaszországból is tovább mennek, Görögországból Macedóniába a menekültek, akkor nem csak Magyarország a hibás. A hiba talán ott van, hogy egyetlen kormányfő sem olyan élesen az Európai Unió ellen, amely ugye ennek az országnak is 25 milliárd ajrót ad a legközelebbi 4 évben, nettó országok, a sokat szidott Ausztria és Németország is, és ez hozzájárul ahhoz, hogy az osztrák és a német sajtóban nagyon éles cikkek jelennek meg, semmiféle szervezés nincsen, de nagyon kritikus cikkek jelennek meg a magyar kormány tevékenységéről ebben a vonatkozásban. Azt nem érzi túlzásnak, amit a Guardian írt, hogy az egész Orbán Viktorról az egész kontinensnek fel kell lépnie ezzel a rohadt rezsim ellen? Hát én ezt egy kicsit élesnek tartom, mert itten nem csak egy rezsimről van szó, hanem egy országról is, és nem a kontinensnek kell fellépni, hanem az Európai Unió parlamentjében és intézményeiben kell kritizálni azt, hogy, és ezt csinálta egyébként Faymann, legélesebb mondata nem ez volt, hanem az, hogy azok, akik fizetnek annyi pénzt, és az Európai Unió elvárhatják Magyarországtól, de Szlovákiától is, Csehországtól is, a balti államoktól is, hogy segítsenek ennek a hallatlan tehernek a viselésében. És a Németországgal kapcsolatban én személy szerint a legnagyobb politikai hibának azt tartom Orbán Viktor politikai hallatlan képességei ellenére, hogy azt a német kancellárnőt,
Angela Merkelt, aki olyan visszatartóan viselkedett mindig, amikor kérték, könyörögték, hogy bírálja a magyar kormány intézkedéseit, hogy ez egy német probléma, amikor négyszeresére emelkedik a menekültek száma, 800 ezeren jönnek, és természetesen abban igaza van a kormányfőnek Magyarországon, hogy ezeknek az embereknek 40-45% a Németországban, akik menedékjogot kérnek, ezek gazdasági emigránsok Albániából, Koszovóból, Macedóniából és Montenegróból. Vissza fogják őket küldeni kerítés nélkül, de nem a szíriaiakat. Nem fogják elfogadni őket, de az eltart egy jogi államban, ahol alkotmányos fékek működnek, ez eltart 1-2-3 régebben 6 hónapig. Ez alatt ezek az emberek, ezek a migránsok, akiknek a bűnük az, hogy szeretnének jobban élni, többet kapnak segélyben, mint amennyit valaha tudtak keresni Koszovóban vagy Albániában. Az osztrák migrációs tanácsnak az elnöke, erről már legutóbb is, amikor vendégem volt, beszélgettünk. Ausztriának a hivatalos álláspontja, a megoldás irányába való haladást értem ez alatt, mi a menekült kérdésen? Befogadni mindenkit, Dublin 3-at úgy, ahogy van, érvényben tartani, figyelembe venni, ekkora tömegnél lehet, mert akkor valóban minden Magyarországra fog hárulni. Kezelni a problémát a gyökerénél, hogy ne induljanak el, az országhatárt lezárni, tehát mifelé tart az ország? Először is három különböző témáról van szó. A migránsokról, a bevándorlókról, azok, akik menekültek, és azok, akik illegálisan lépik át a határt. Természetesen óriási különbség van. A mi tanácsunknak ehhez semmi köze, ez kidolgoz koncepciókat 11 munkacsoportba, hogy mi legyen Ausztria jövő politikája. Hát ha Németországra gondol, Németországban minden évben 200 ezeren többen halnak meg, mint születnek. De hát nagy szükség van a jövőben fiatal, életerős emberekre, bármely országból jönnek, akik hajlandók alkalmazkodni, hajlandók asszimilálódni. És hajlandók? Ezt ki tudja még a mai Ausztriában szüksége van erre. Ausztriának is szüksége van erre. De van egy óriási ellenérzés az osztrák közvéleményben is, és van egy jobboldali párt, amelyik ezt kihasználja. Most lesznek választások, és ezért ez tulajdonképpen egy nagyon bátor lépés, hogy az osztrák kormány most ennyi menekültet átvett, illetve... Ez egy kényszerhelyzet volt? Parancsol? Kényszerhelyzet volt? Ez kényszerhelyzet volt, mert szükséghelyzet volt, és sokan gúnyolódnak is, hogy csak 100-an kértek eddig magában Ausztriában. De Ausztria, menedékjogot, de Ausztriában is számítanak arra, hogy körülbelül 80 ezeren jönnek, és itt is fölkészületlenség volt a feldolgozásban, a különböző tartományok között ugyanolyan veszekedések vannak, mint az Európai Unióban. És ez lesz egyébként Németországban is. Szóval ez a hallatlan szimpátia, az, hogy segíteni akarás, hogy tapsolnak, emellett vannak gyűjtogatások is, és nyilvánvalóan a beleilleszkedés, a tél és a problémák magával hozzák, hogy ott is erősödni fog a kritika. De az, amit szerintem Angela Merkel csinált, az a politikai bátorságnak egy hallatlan példája, már bírálják Bajorországban, és én kellemesen voltam meglepve, hogy ez az annyit szidott Feynman ebben a kérdésben az Angela Merkel vonalát követte, és az osztrák kormány is. És én szerintem most jön két nehéz periódus, amit ön kérdezett. Szeptember 27-én vannak tartományi választások Felső-Ausztriában, és október 11-én Bécsben, és úgy néz ki, hogy a jobb oldal, amit persze nem szabad összehasonlítani a magyarországi radikális jobbik párttal, de jobb oldal idegenellenes propagandával nagyon nagy sikert
fog elérni a választásokon. Tehát Ausztriában korlátozva vannak azok a lehetőségek, amiket talán a civil társadalom, a progresszív közvélemény szeretne. Tehát a menekülteknek az elutasítása az Ausztriában is ugyanúgy probléma, mint mondjuk Magyarországon. Ugyanígy probléma, azzal a különbségben, nagy különbséggel, hogy Ausztriában pártok vannak, egy viszonylag szabad sajtó van, és a kormányzó pártokon belül is van éles kritika a vezetéssel szemben. Nem egyszemélyi vezetés van, és ez azt jelenti, hogy sokat lehet tenni, hogy egy ilyen káosz, mint ami ma Magyarországon uralkodik, veszélyeztetve nem csak a menekülteket, az embereket, a forgalmat és az ország presztízsét, hála Istennek, Ausztriában ma ilyen fokon, ilyen dimenzióban elképzelhetetlen. És ön szerint ezt az Unió meg tudja oldani, ezt a kérdést? Parancsol? Ön szerint az Európai Unió meg tudja oldani ezt a kérdést, ezt a válságot? Oldani nem tudja. Schadenbegrenzung, damage limitation, a kárnak a korlátozása, enyhíteni a problémákat, mert az önzés, ugye, az a a hatalom megőrzése azzal, hogy nem azt csinálják, amit kellene. Juncker mondta egyszer egy óvatlan pillanatban, vagy talán nagyon sok fröccs után az Európai Bizottság elnöke, hogy mi mind tudjuk, hogy mit kellene csinálni, de akkor hogy fogjuk megnyerni a választásokat. És ez az alapvető problémája a demokratikus társadalom. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Ez így sok.